aki ebben az egész 9 hónapos táborozásban, ami nem volt egyszerű. Mindenféle elemekkel kellett megküzdeni. A természeti elemekkel, meg azokkal a sunyi elemekkel ott bent, abban az épületben. Van egy ember, aki nélkül nem lehetett volna ezt megcsinálni. Hát az ember nem én vagyok. Az az ember a Nincs Alkú Párt másik alelnöke, Tóth Éva. Egyébként Nagyi. Így jobban ismeritek. Jó. Ő az az ember, aki ezt az egészet itt vezette, föntartotta, szervezte. Aki... Én otthon nyugodtan aludhattam és foglalkozhattam azzal, hogy mit kell majd tennünk általában, mint mozgalom. Foglalkozhattam a stratégiával, az egész mozgalom vezetésével, mindennel, mert tudtam, hogy nem mocsáron állok, hanem vasbeton cölöpön. Olyan vasbeton cölöpön, ami megtartja, ha kell, az egész mozgalmat. Egy ember, aki a nap 24 órájából 26-ban rendíthetetlen. Aki egyszerre három helyen ott van, és csak utólag derül ki, hogy tényleg három helyen volt. A Nincs Alkú Párt alelnöke, Tóth Éva, Nagyi. Köszönöm szépen! Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, azokat is, akik így van, itt vannak, azokat is, akik majd a monitorról fogják nézni a felvételt. Akkor ezek szerint nem kell bemutatkoznom, mindenki tudja, történelmet nem kell mondanom, mert azt is, akik itt vannak, azok mind végig élték velem együtt, mindenki. Azért annyit mondanék, hogy kezdtünk egy jó várossal, amikor azt kinőttük, akkor megalakult az oázisunk, és amikor a választások kezdődtek, akkor az oázisnak lett egy komoly politikai csoportja, ahol a stratégiai feladatokat, mindenfélét megbeszéltünk, megoldást próbáltunk keresni. És amikor belefáradtunk, akkor elmentünk az oázisba, mert az a nyugalom szigete. Kicsit kipihenni magunkat, kicsit feltöltődni, kicsit a bánatosokat megvigasztalni, és így zajlott az életünk. 2014. augusztus 8-án jött egy felszólítás, ahova én eljöttem sokat magunkkal, és én azóta itt vagyok, és itt leszek, és itt maradok. A 9 hónap alatt nagyon sok mindenen átmentünk. Ahogy Gábor mondta, 9 költözködést megéltem. Abból 4 százlábuként, 5 darab pedig rendőrség által elköltöztetett, kilakoltatott mozgalmárok voltunk. Hát még annyit mondanék, hogy mivel eddig biztos pontnak tűntem, ezután is mindenki számíthat rám, ugyanúgy fogok eljárni, ahogy eddig, és hogyha kell, akkor szigorú leszek, és hogyha kell, akkor visítok, és hogyha kell, akkor megpróbálok megvigasztalni mindenkit. Ha valakinek valami baja van, bánata van, nyugodtan jöhet ezután is hozzám, ahogy eddig. Akkor ez most kipipálva. Még nem fejeztem be, még annyit szeretnék mondani, hogy most ugye már az oázisból, OGM-ből megalakultunk, mint napok. Van nekünk felkelő nap oldalunk, van nekünk napsütötte oldalunk, mind a kettőben ott vagyunk, és várjuk, hogy süssön ránk az a fényes nap, és nem fogjuk elzavarni. A következő mondatom, mondtam ma, szeretek OGM-es lenni, és szeretek a napnak a tagja lenni, a sugara lenni. Ennyi volt, köszönöm szépen. Még azért még egy mondat erejéig. Felkérném dr. Szabó Gábort, hogy fáradjon ide mellém. Sok boldog születésnapot kívánok,
És mivel volt neked egy mozgalmát bögréd, amit nem tudod túlélni egy viharos éjszakát, ezért megkapod az országjáró bögrédet.